mindig beteg vagyok a meccs véget, mert én úgy gondolom, hogy én úgy indultam a ringbe, hogy az első profi mérkőzésben meg fogom nyerni, bár igazságos volt, de szerintem ez a döntetlenek kihozott mérkőzés, mert ilyen csípúi adok-kapok alakult ki, de szeretnék átgázolni Gáboron, hogyha lehetne megint. Egy visszavágót szeretnék követelni, Farkas Gáboron szeretnék bunyózni, vele kezdeném a következő meccsemet, és utána sorban mindenkit végigverni az egész magyar négysúlyú ranglistán, és megnyerni a magyar bajnokságot. Ez a célom és a vágyam. A szívem vágy, és az Isten velem van, és Isten erőt ad nekem erre. Úgy érzem. Eléggé átrúgát is vettem fel a harcot, szóval lent volt a kéz, és végigmentem előre, mint egy gőzmozdony, de én így boxolok, én megyek előre, nem félek senkitől, ott teszem magam, hogyha kell, odavágok bárkinek, bírom a pofonokat, szerintem ez már lehetett látni a mostani mérkőzésem, a bemutatkozó mérkőzésem azt hiszem jó szerepet, a alájárásom most már ott van a névjegyem, úgyhogy végignéztem a meccset, majd 4-5-ször megnéztem a meccset, vagy ki fogom őt pötyögni, vagy megígértem már egy pár barátnak, hogy az első meccben le fogom tarolni, ki fogom ütni, ki fogom végezni. Mint ember szimpatikus számomra nem akarom őt sérteni, mert beszélgettünk a meccs végén, ő is egy családapa, én is egy családapa vagyok, de itt bent a szorítóban az teljesen más, ez egy teljesen különálló világ, ott az ellenségem késznek, de másra nem tekintem őt, ott le kell tipp, átmegyek rajta, mint gőzmozdony, nem is érdekel, úgy, hogy van. Az első meccben ki akarom végezni. Egy bika gyerek, hát egy 2 méter 2 centi és majdnem közel 120 kilós bika gyerek, nem egy babazsúr vele boxolni, mert azért ütelme jött, mint amit a ló rúg, de ezt elmondom magamról is, így 99 kilósan, és hogy olyan vagyok, mint a pöröly, de mire még eljön az idő, hogy oda kerülünk a ringbe, még magam szeretek egy pár kiló izmot, és átmegy egy kicsi Ironba fogok átmenni, kicsi Mikey-ba. Úgy lehet, én kitalálom, hogy fogom nevezni, de mire odaérünk, szerintem kemény mérkőzés ez, de rövid, hamarosan még nem fog végigmenni a meccs a 100%. Gábor az boxolja, amit tud, szerintem más nem tud boxolni, én viszont én akarom, meg akarom boxolok bal kézzel, akarom boxolok jobb kézzel, akarok vívok, ha akarok verekszek. Itt most kocsmai voltam, de most képzetemben fogok jönni majd a találkozóra. Az életem során volt már olyan pillanat, mikor meg voltam csípve magyarok boxolók, ezt mi így mondjuk. Igen, a Gabi is megcsípett egyszer, be volt zizembe az agyam, átment rajtam az ütés, de azért ezért a dolgokra odafigyelek, amikor bejövök az izem, akkor azon a kontában visszajövök, hogy az ellenfész ne vegye észre. Mert ha észreveszek, akkor vérszemet kap, és ráront az ellenfélre. Persze volt, hogy összehúztam magam egyszer teljesen, de az nem azért volt, mert akkor már nem voltam megfogva. Megfogva igazából ezen az oldalt voltam egyszer megfogva, amikor tisztáltam magamat, és még balcsapot bevitt. De ugyanúgy meg volt fogva, szerintem kétszer vagy háromszor a mérkőzés alapján, én ugyanúgy visszanéztem. Ha még akkor nem, még az utolsó menetben és az utolsó ütésben még én vittem be neki, ha egy fél percet tovább tartani elég, mert szerintem ki is ütöm őt. Nagyon komolyan fel fog készülni, komolyabbra veszük a figurát. Most a másik fele fog kijönni, ami bennem van, a másik fele fog kijönni, hogy az igazi oroszlán esetig is kitámad egyszerre majd, és meg fog mutatni mindenkinek, hogy hol lakik Horkai. És most meg fogja látni Gabika is majd, az első medve szerintem melyiszre fogja venni. Az is lehet, hogy azt fogja mondani, hogy inkább nem, inkább feladom. De ha bár elég egy egyenes, ilyen ő is egy kemény gyerek, de nem az a fajta fő látom a szemben, aki feladom a harcot, de amikor oda barátok majd neki keményen, akkor lehet azt mondani, hogy inkább ezt nem erőltetem, mert ezt nem kéne, mert lehet, hogy csúnya vége lesz. Mindenki olyan bunyos, aminek tartja magát, engem nem érdekes senki. Én azért, hogy belépek a ringbe, ahogy kikapcsol, aztán kész, győztesen szedek kilépni a ringből, ez a lényeg. Persze benne van abban, hogy az ember belépni egy pofonba és segre ül, de újból felállok és megteszem újra azt, amit meg kell tennem. Minden nap újra és újra megteszem. A veréstől se fél se a vereségtől, ha kikapok, és belépek egy olyan ütésbe, amitől sajnos 10 után kéne fölállnom, nem megy ki belőlem az ütés. Hál' Istennek még én nem fordult velem soha az életemben, pedig kaptam már nagy pofonokat az élettől. Nem hiszem, hogy ez gond. Főleg, ha Gáboron már túl vagyok, és kicsit alacsonyabb ellenfeleket kapok, azokat nagyon hamar elintézem.